Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek. Ezt a szentmisét felajánljuk elhunyt Hornyák Józsefért, valamint Benkovics Lászlóért és Neiért és fiúkért Lászlóért. Kedves testvérek, ma missziós vasárnap van. Az egyház, a katolikus egyház a küldetéséről, egyik fontos küldetéséről, az evangélium terjesztéséről emlékezik meg. Persze nem csak megemlékezik, hanem imádkozik ezért, és elgondolkodnak a tagok, vagyis mi, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy Krisztusnak a tanítása, az evangélium minél több emberhez eljusson, vagy hogyha mondjuk gyerekkorukban templomba járók voltak fele barátaink, de most már nem, akkor mit tudunk tenni annak érdekében, hogy újra megtalálják Krisztust, újra eljöjjenek ide a templomba, hogy a szentmise áldozatot együtt tudják ünnepelni velünk, és Krisztus testében tudjanak részesülni. Küldetése van tehát az egyháznak, és nem csak úgy általában az egyháznak, hanem minden egyes tagjának is. Imádkozunk a misszionáriusokért, de imádkozunk azért is, hogy minden keresztény hívő, aki az egyház tagja, ne feledkezzék meg arról, hogy nem csak lelki életet kell élnie, hanem törekednie kell arra is, hogy a hitet másoknak továbbadja, másokat buzdítson, másokat elvezessen Krisztushoz. Ezért is felajánljuk tehát a mai szentmisét. Most tartsunk őszinte lelkiismeretvizsgálatot, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Jesus.
könyörögjünk. Mindenható örök Isten, add, hogy mindenkor készséges akarattal és őszinte szívvel szolgáljunk neked. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaiás proféta könyvéből. Az Úr így szól fölkentjéhez Kűroszhoz, akinek megfogta jobbját, hogy színe előtt meghódolással bírja a nemzeteket, és megoldja a királyok derekán az övet, hogy megnyisse előtte a kapukat. És nem maradjon egyetlen kapus ezárva, szolgámért Jákobért, és választottamért Izraelért szólítottalak neveden. Dicső nevet adtam neked, bár nem ismertél. Én vagyok az Úr, és senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis fölövezlek, hogy nagy kelettől napnyugatig megtudják, rajtam kívül nincsen más, én vagyok az Úr, és senki más. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. Megemlékezünk hitetekről, szeretetekről és reményetekről. Pál, Szilvánus és Timoteus a tesszalonikiek egyházának az Atya Istenben és Urunkban, Jézus Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség! Mindenkor hálát adunk Istennek minnyájatokért, ahányszor csak megemlékezünk rólatok imádságainkban.
Szüntelen gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre. Testvéreim, kiket az Úr szeret, jól tudjátok, hogy választottak vagytok, hiszen az evangéliumot nem csak szóval hirdettük köztetek, hanem erővel, szent lélekkel és mélységes meggyőződéssel. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És a szellemeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Herodes pártiakat a következő kérdéssel: Mester, tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? De Jézus felismerte gonoszságukat, és így szólt hozzájuk. Miért kísértetek ti képmutatók? Mutassátok csak meg az adópénzt. Aztán megkérdezte tőlük, kinek a képe és a felirata ez? Azok ezt felelték, a császári. Erre ő így szólt hozzájuk, akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császári, az Istennek pedig, ami az Istené. Ennek hallatára elcsodálkoztak, ott hagyták őt és elmentek. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, hogy már említettem, a Szentmise elején missziós vasárnap van, és az egyház egyik legfontosabb küldetéséről, az evangélium terjesztéséről kellene mondanom pár szót, és hát igyekszem is ennek a feladatnak eleget tenni. Ugye mi, akik meg vagyunk bérmálkozva, ugye vannak még néhányan, akik nem, vagy főleg kisebbek, a bérmálás szentségében a Szentlélek teljességét kaptuk meg, többek között, vagy inkább leginkább azért, hogy felnőttként már ne csak a saját lelkiéletünkkel törődjünk, ezt után is ezzel törődni kell, de emellett már arra is oda kell figyelnünk, hogy a krisztusi hitet tovább adjuk embertársaink felé, főleg azok felé, akik még nem is hallottak Krisztusról. Tehát át kell éreznünk, hogy ez egy küldetés mindannyiunk számára, nem csak papok és szerzetesek számára, és nem csak a úgynevezett harmadik világban, ugye Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában, bizonyos országaiban, hanem akár Magyarországon is, mert ugye elvileg katolikus ország vagyunk, főleg keresztény ország, de azért ez nem nagyon látszódik az itt élő emberek életén. Tehát nekünk meg pont erre kell törekednünk, hogy először a saját életünkön látszódjék az, hogy Krisztushoz tartozunk, hogy rábíztuk életünket, hogy teljesen őt szolgáljuk, őt követjük. Tehát egyrészt ugye a szavakkal is kell hirdetnünk az evangéliumot, családban, rokonok között, barátok között, munkahelyen, különböző klubokban, ahova járunk. Nem szabad erről megfeledkezni, de arra is oda kell figyelnünk, hogy a szavainkkal összhangban legyen a viselkedésünk. Nem szabad megbotránkoztatnunk a kívülállókat, hogy miközben esetleg a mi atyánkot tanítjuk meg valakinek, közben meg, vagy más alkalommal én meg káromkodunk, vagy trágárul beszélünk.
Tehát oda kell figyelnünk, hogy a szavaink és a tetteink összhangban legyenek, hogy a viselkedésünkkel, a tetteinkkel is hirdessük Krisztust, hirdessük azt, hogy ő hozzá tartozunk, hogy nála találtuk meg boldogságunkat. A Kisherceg című könyvnek az írója, Exuperinek van egy mondása, ő azt mondta, hogy csak akkor beszélj Istenről, ha kérdeznek, de élj úgy, hogy kérdezzenek. És nyilván a második része a mondatnak, ami igazán fontos, hogy nekünk keresztényeknek többek között azért is kell Krisztus tanítása szerint élnünk, hogy ezzel jó kérdéseket alakítsunk ki, vagy hozzunk felszínre embertársainkban. Kérdezzék meg, hogy te miért jársz templomba, neked miért fontos, hogy ott legyél minden vasárnap? Te miért imádkozol rendszeresen? Te miért nem beszélsz csúnyán? Miért nem káromkodsz? Miért vagy olyan békés? Hogy tudsz olyan békés lenni? Hogy tudsz olyan türelmes lenni? Hogy tudsz olyan kedves, barátságos lenni, még azokkal is, akik keresztbe tesznek neked? Hogy ilyen kérdéseket, vagy ilyen hasonló kérdéseket tegyenek fel embertársaink, erre törekednünk kell úgy, hogy helyesen éljünk Krisztus tanítása szerint. Hogy látszódjék rajtunk, a viselkedésünkön is, hogy Krisztushoz tartozunk. Van egy történet, ezt már néhánynak mondtam, aztán a ifjúság itt a nonni, nem haragszanak meg, ha ezt megismétlem, mert fontos történet, illetve fontos a mondani valója, hogy megtörtént-e vagy nem, igazából lényegtelen, a mondani valója az, ami fontos és igaz. Észak-Amerikában, Alaszkában, amikor kitört az aranyláz, két jó barát is elhatározta, hogy bevedik magukat a vadonba, és addig mennek, amíg nem találnak olyan helyet, ahol aranyat tudnak találni, hogy meggazdagodjanak nyilván. Be is vásároltak megfelelő eszközöket, élelmiszert is, hálózsákot, mindent, amit kell, elindultak az erdőben. Mentek, ám egyszer rablók támadták meg őket, és az összes felszerelésüket elvették, éppen csak a ruhájukat, meg hát az életüket hagyták meg. Ugye nem volt mit tenni, vissza kellett fordulniuk ennek a két jó barátnak, hogy visszatér a városba, hogy a bankból újba pénzt vegyenek fel, és abból tudjanak újra eszközöket vásárolni, meg élelmiszert. El is indulnak visszafelé, ám egy hibát vétnek, nem azon az úton mennek vissza, amelyikkel jöttek, és egy folyóparton megállnak pihenni, és ahogy isznak a vízből, látják, hogy a patakban, a kövek között nagyon sok aranyrög található. Természetesen nagyon megörülnek, megtalálták a szerencséjüket, de hát ugye kellenek megfelelő felszerelések, vissza kell menniük a városba. És mennek tovább visszafelé, és elhatározzák, hogy titokban tartják az egészet, nyilván akkor a részesedés nem olyan rossz, hogyha két ember között oszlik szét, ez a hatalmas vagyon. Meg is fogadják egymásnak, hogy senkinek nem beszélnek arról, hogy mit találtak az erdőben. Megérkeznek a városba, nem szólnak semmit, elkezdenek vásárolni megfelelő eszközöket, holmikat, és másnap indulnak is el a városból, ám azt látják, hogy egy kisebb tömeg megy utánuk. Indulnak ki az erdőbe, de ezek az emberek mennek utánuk. Persze megállnak és elkezdenek tanakodni, hogy vajon mi történhetett, ezek az emberek miért jönnek utánuk. Egymástól megkérdezik, hogy talán te elmondtad, hogy mit találtunk? Mondja, hogy nem. És te, én sem. Ám valahogy mégis az emberek rájöttek, hogy ez a két ember valami értékeset, valami fontosat talált, és úgy mennek vissza az erdőbe. Ugye ne felejtsük el, korábban ezt már megtették, és akkor senki nem követte őket. Ugye egy találós kérdés lehet, néhányan már tudják a megfejtést, hogy mi lett a különbség a két történet között, illetve a két esemény között, amikor korábban mentek, senki nem követte őket, most pedig több ember is menne utánuk, mert tudják, hogy aranyat találtak. Vajon hogy jöttek rá az emberek? Nos, úgy jöttek rá, kedves testvérek, hogy igaz, hogy nem mondtak semmit, de a viselkedésükön, meg az arcukon lehetett látni, hogy örülnek, boldogok, lehetett látni, hogy már szinte alig várják, hogy visszamehessenek a vadonba, ahol persze nem könnyű az élet, a vadállatok, meg a hideg miatt, mégis ezek az emberek valamit találtak, és hát nyilván aranyláz kellős közepén mire gondol rögtön az ember, hogy aranyat találtak. És valóban ez történt, hogy bár nem mondtak semkinek semmit, hogy mit találtak, találtak aranyat az erdőbe, az egész viselkedésükön, lelkesedésükön lerít, látszódott, hogy megtalálták a szerencséjüket, és ezért mentek utánuk az emberek. Eddig a példabeszéd, és vonatkoztassuk ezt a mi saját életünkre, és akkor el kell, hogy mondjuk, vagy feltegyük magunknak a kérdést, hogy mi, akik elvileg ugye megtaláltunk a legnagyobb kincset, Jézus Krisztust,
vajon látszódik-e rajtunk, életünkön, viselkedésünkön, hogy hatalmas kincset találtunk, megtaláltuk az üdvözítőt, aki által üdvözületünk, aki boldoggá tud tenni minket. Vajon látszódik-e rajtunk keresztényeken, hogy kihez tartozunk, kinek a kezébe tettük az életünket, kinek a követésére vállalkoztunk, vagyis, hogy megtaláltuk legnagyobb kincset, az üdvözítőt. Látszódik-e rajtunk? Ezen el kell gondolkodnunk. Ha nem, akkor valahova még fejlődnünk. Valóban átérezzük-e, hogy Krisztus a miénk, és mi Krisztusé vagyunk. Ha ezt valaki átérzi tiszta szívből, és erre időt is szán elmélkedni, imádkozni, akkor az életét, először a szívét, a lelkét, és akkor utána az egész életét átjárja az az öröm, amely a keresztény emberé, mert Krisztushoz, az üdvözítőhöz tartozik. És azért is kell törekednünk erre, persze nem az az elsődleges cél, de ilyen hasznos oldala is van ennek, hogy ezáltal az emberek látják rajtunk, hogy boldogok vagyunk, mint keresztények, hogy azért vagyunk boldogok, mert keresztények vagyunk, és a keresztény a krisztusi hit által tudunk örülni a legapróbb dolgoknak is, sőt, ne csak az életnek a vidám oldalát nézzük, hanem a nehézségeit. Ugye egy igazi keresztény ember sokkal könnyebben tudja feldolgozni a tragédiákat, halálesetet a családban, súlyos betegségeket, anyagi problémákat, és a többi, és a többi. Ilyenkor persze a keresztény ember sem ugrál örömében, de esetleg türelmesebb tud lenni, nem kezd el veszekedni, kiabálni másokkal, mégis hősiesen, békével a szívében feszül neki a probléma megoldásának, vagy a tragédia elviselésének, Krisztusban bízva, imádkozva, megfelelő hittel. Tehát azért nem kell megijedni, ha nem látnak az emberek mindig mosolyt az arcunkon, persze azért törekednünk kell erre, meg jó, ha ezt látják, de az is egy fontos dolog, hogy amikor bajban, problémákkal küzdködünk, bajban vagyunk, problémákkal küzdködünk, akkor az emberek látják-e rajtunk, hogy ezt keresztény emberként oldjuk meg, keresztény emberként állunk-e hozzá, látszódik-e rajtunk, hogy a legnagyobb megpróbáltatások közepette is bízunk Krisztusban, kitartunk ő mellette. Érdemes ezeken elgondolkodnunk, egyfajta lelkiismeret vizsgálat ez, hogy hol tartunk a keresztény életben. Azért leginkább, hogy valóban Krisztushoz tartozzunk, a vele való kapcsolatban elmélyüljünk, de azért is, hogy a missziós vasárnap lévén, hogy ezáltal tetteinkkel is, viselkedésünkkel is, arcunkkal is tanúságot tudjunk tenni Krisztusról, és ezáltal másokat is buzdítsunk arra, nem csak szavainkkal, hanem tetteinkkel is, egész életünkkel, másokat is buzdítsunk arra, hogy imádkozzanak, jöjjenek templomba, olvassák a Szentírást, egy szóval, hogy ők is az életüket Krisztusra bízzák. A Szentleckében olvastuk Pál apostol levelét, és ezzel a rövid részlettel zárnám a prédikációt. Ugye Pál apostol ezt írta többek között a hívekhez, hiszen az evangéliumot nem csak szóval hirdettük köztetek, hanem erővel, Szentlélekkel és mélységes meggyőződéssel. Krisztusban, kedves testvérek, mi sem csak szóval hirdessük az evangéliumot embertársaink között, hanem hirdessük erővel, Szentlélekkel és mélységes meggyőződéssel. Amen. Most egy kis csendben elmélkedjünk a Szentírás szavain.
Kedves testvérek, most álljunk fel és valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az időkezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen. Testvéreim, a földi és az örök hazapolgárai vagyunk. Kérjük mennyei atyánkat, hogy mind a kettőhöz hűségesnek bizonyuljunk. Add, Urunk, hogy az egyház pásztorai egymással egyetértésben őrizzék és hirdessék a Te országod törvényeit. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a népek vezetői megalkuvás nélkül mindenki érdekét a közjót szolgálják. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy híveid áldozatos szeretettel munkálják embertársaik földi jólétét és örök boldogságát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a keresztények becsületesen dolgozzanak, példásan teljesítsék állampolgári kötelezettségeiket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a hívek az egyházat anyagi hozzájárulásukkal is készségesen támogassák. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk, Urunk, add meg elhunyt testvéreink számára az örök élet boldogságát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható Istenünk, Te arra tanítasz minket, hogy megadjuk neked és a földi hazának is, amivel tartozunk. Tarts meg bennünket a tisztesség és a szeretet útján, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, add, hogy ajándékaidat készséges szolgálattal hozzuk eléd. Kegyelmed segítségével tisztítson meg minket ez az áldozat, amelyet bemutatunk neked. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó, hogy neked hálát adjunk, és valóban igazságos, hogy dicsőítsünk, szentséges atyánk téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megelőzve létezel, mindörökre megmaradsz, és megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság és minden élet forrása, azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságot fénye által. Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt, és éjjel-nappal szolgál néked, és arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsér téged. Most velük együtt mi is, és szavunk által minden teremtmény a világon, újjongva ágy a szent neved, és zengi. Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy, minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a próféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától és közöttünk élt, mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek első ajándékul a szent lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a szent lélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te, szentséges atyánk, megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket, a vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek,
és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én teste, mely értetek adatik. Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét, tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy feltámadt, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig, Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked, elsősorban szolgádról, Ferenc pápánkról, Miklós püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről, és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő egyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd minden ható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Testvéreim, ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Kérünk, Istenünk, gazdagíts bennünket mennyei ajándékod gyakori vételével, hogy a mulandó javak segítsenek, az örök javak pedig tökéletesítsenek minket. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, akkor szokás szerint szeretnénk köszönteni azokat, akik a héten ünnepelték névnapjukat vagy születésnapjukat. Kérem őket, hogy álljanak fel. Tehát hétfőtől a mai napig bezárólag névnapjukat vagy születésnapjukat ünnepelték. Ha állnak hátul, akkor jelentkezzenek. Jó, rendben. Akkor az ilyenkor szokásos ároni áldást elmondjuk, elimádkozzuk, Jóisten áldását kérve rátok, és akkor a szent képet is megkapjátok, mindjárt a ministránsok oda mennek. Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten. Amen. Ragyogtassa rátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Amen. Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét. Amen. Titeket, akik névnapotokat vagy születésnapokat ünnepitek, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Isten éltessen benneteket sokáig, foglaljatok helyet. Akkor a hirdetések. Pénteken akkor megyünk a férfiakkal kirándulni. Aki esetleg szeretné még jelentkezni, így feltételesen felírjuk a nevét, megpróbáljuk egy nagyobb buszt bérelni, egy-két ember még buszba jelentkezett. Sajnos utolsó pillanatban mi a buszt lefoglaltuk, de hát még lehet módosítani. Tehát aki szeretne mégis eljönni és még nem jelentkezett, az jöjjön be a sekrestyében, a nevét felírjuk, de előleget ne fizessen, és majd hétfőn vagy kedden értesítjük, hogy tud-e jönni. Akik már eddig jelentkeztek, hirdetjük, hogy akkor reggel 8 órakor indulunk a plébánia elől. A busz költsége körülbelül 2700 forint lesz, attól függ, hogy végül is hányan leszünk. És hát ugye a pénteki kirándulás miatt akkor a szentmise elmaradt, tehát pénteken este nem lesz most kivételesen szentmise. Tehát aki jönnek kirándulni, pénteken reggel 8 órakor előtte már azért legyenek itt a plébánián, és akkor a kakucsiak a busszal jönnek, és akkor felszállunk a buszra, és akkor megyünk kirándulni a Dunántúrra, ahogy hirdettem. Tehát ez most pénteken. Előre hirdetem, hogy november 1-én szombaton, ugye minden szentek napján, délután sírkő szentelés lesz, lehet feliratkozni a sekrestyében azoknak, akik ezt igénylik. Ugye ma van missziós vasárnap, kapható missziós naptár, ára 400 forint, ezzel is lehet támogatni a katolikus missziókat, az árukat majd továbbítjuk a naptár kiadóinak, a missziós szövetségnek. És még hirdetem, hogy következő vasárnap délután 3 órakor a keresztény szülők csoportjának összejövetele lesz a plébánián, tehát délután 3 órakor új érdeklődőket is várunk. Tehát fiatal keresztény szülők csoportja jövő vasárnap délután 3 órakor a plébánián. A mise rend, ugye akkor hétfőket, szerd este 6 órakor, csütörtökön nincsen szentmise, most a héten pénteken sem lesz szentmise. Szombaton reggel 7 órakor van szentmise, Szentmór püspöknek emléknapja lesz, és következő vasárnap 11 órakor az elhunytak évfordulója lesz, októberben elhunytakról emlékezünk meg következő vasárnap a szentmise keretében. Ja igen, a kirándulásra visszatérve az asszonyok, leányok kirándulásához, még oda is még lehet jelentkezni, illetve azt is feltételesen tudjuk felírni a neveket, megpróbálunk egy még nagyobb buszt, vagy még egy buszt rendelni, tehát aki még szeretné jönni, és még nem iratkozott fel, azok jöjjenek be a sekrestyébe, a nevüket felírjuk, de előleget most tőlünk nem kérünk, és akkor kiderül hétfő vagy kedden számukra is, illetve nekik még több idejük van, hogy november 8-án megyünk velünk kirándulni, úgyhogy nekik több idejük lesz erre, azért jelentkezzenek, legalább annyi van, hogy nevüket fölírjuk, és megpróbálunk még egy buszt, vagy egy nagyobb buszt szervezni nekik is. Még annyit, hogy a kijáratnál majd, ugye van egy ilyen ingyenes missziós újság, a minisztrások osztogatni fogják, hát nem jut mindenkinek, ne személyenként, inkább családonként vigyünk egyet, az ingyenes, lehet belőle tájékozódni a különböző missziós művekről a kijáratnál majd hátul.
És akkor most a szentmise befejező áldás következik. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Isten békéje, amely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket, Istenünknek és Szent Fiának, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak ismeretében és szeretetében. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szentmise véget ért, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben. Istennek legyen hála. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Köszönöm.